A klímaváltozás okairól és hatásairól tartott előadást Mika János egyetemi tanár éghajlatkutató az Ady Endre könyvtárban hétfő este. Mint azt többször hangsúlyozta, a változás tény, benne vagyunk már, mivel a Föld átlag hőmérséklete emelkedett. A globális folyamat egyértelmű tendencia az 1960-as évektől. Ugyanakkor volt egy szakasz 2002 és 2013 között, amikor stagnált, ám 2014-ben, 15-ben és 16-ban rekordgyorsasággal melegedett tovább, mintha be akarná hozni lemaradását. Hazánkban hosszú évtizedes átlagokban megfigyelhető, hogy csökken a csapadék és nagyobb a párolgás a meleg miatt. Ez pedig például a mezőgazdaságra is kedvezőtlen hatással van. Érinti az energetikát is, és paradox módon például Magyarországon már hosszú évek óta nyáron több energia fogy, elektromos energia, mint télen. Még az ilyen erős teleket is, hogyha hozzáveszünk. Sajátos, hogy az erős telek hatására és a átalakuló tüzelési szokások hatására nőtt a levegő szállópor tartalma. Ez nem közvetlenül klímaváltozás, de egy nagyon kedvezőtlen folyamat. A szakember kijelentette, hogy még nem késtünk el a felmelegedés elleni harcban, még zajlik a mérkőzés. Szerinte kétféle megoldás van, és mindkettővel élni kell. Mérsékelnünk kell a széndioxid kibocsátást, és alkalmazkodnunk kell a megváltozott körülményekhez. Ha van neki előnye, azt használjuk ki. Tehát ne akarjunk állandóan alpesi házakat építeni, amikor ugye nem kell a ferde tető, nem esik annyi hó, hogy annak le kelljen csúszni, szinte nem esik semmi hó évtizedes léptékben. Nem kell olyan erőteljes hőszigetelés a tetőkre, nem nincs lemesz annyira hideg. De ugyanakkor érdemes olyan épületeket csinálni, amelyeknek viszonylag nagy a hőkapacitása, tehát a tél és a nyár közötti hőmérsékleti ingás nem vezeti be a nagyon meleg, egyre fokozódó nyári meleget. Leszögezte, az a feladatunk, hogy a felmelegedés mértéke ne érje el a 3 Celsius fokot, mivel ha ez megtörténik, akkor annak visszafordíthatatlan következményei lehetnek.